Közel 500-en futottak szombaton Beregszászon az Ökumenikus Segélyszervezet által szervezett második jótékonysági félmaratonon. A szervezetet ezzel a sporteseménnyel szeretne minél több embert a kárpátaljai családok támogatására buzdítani. Több száz fiatal érkezett a reggeli órákban a második beregszászi félmaratonra. Az Ökumenikus Segélyszervezet által rendezett sportesemény a nehéz körülmények között élő kárpátaljai családokat támogató segélyprogramra szeretné felhívni a figyelmet. A beregszászi futóversenyen Kovács Kokó István elmondta, hogy a segélyszervezet újszerű módon a sportnak a jótékonykodásba történő bevonásával szeretné megszólítani az embereket. Tavaly is nagyon sok emberre tudtuk elvinni azt az üzenetet, hogy igen, nekünk magyaroknak össze kell fogni, és egymás segítve kell felépítenünk az életünket, és idén meg talán még több gyermekkel, talán 350-400 fölötti indulók számmal tudunk beszámolni, ami egy nagyon-nagyon jó dolog. Lehel László, a szervezet elnök igazgatója elmondta, hogy a jótékonysági futóversennyel még nagyobb figyelmet kívánnak Kárpátaljára irányítani. Ha a szolidaritás bővül, akkor a segítségnyújtás is bővülni tud, és ez a lényege. Tehát szeretnénk, ha mindenkinek a figyelme ide irányulna, Magyarországon is, és itt is, és kérjük a támogatóinkat, hogy álljanak mellénk. A futóverseny résztvevőinek a trikóján a 1353-as adományvonal száma szerepelt. A rendezvényen Wolf Kati énekesnő is részt vett. Hát te fölhívod a 1353-at, az 250 forint, ha rengetegen vagyunk, ők azt valódi segítségé konvertálják át. Babják Zoltán, Beregszász polgármestere örömét fejezte ki, hogy nagy az érdeklődés a jótékonysági sportrendezvény iránt. Ez egy népünnepé, nekem úgy tűnik, és mivel már második alkalommal van, ezért úgy gondolom, hogy ez még népszerűbb lett. A verseny végeztével a győzteseket értékes ajándékokkal díjazták. Elég nehéz volt lefutni. Hát számomra nagyon jó ez a futás, egészséges. Az Ökumenikus Segélyszervezet 18 éve van jelen folyamatosan Ukrajnában. Ez alatt az idő alatt több mint 1 milliárd forint értékben nyújtott segítséget a rászorulóknak.